Sziasztok, itt vagyok Magyadót külterületén. És akkor, hogyha már úgyis eljöttem itt elvesztett vágányokat keresni, akkor szét is nézek ezen a környéken, és akkor tartsatok velünk, mindjárt mutatom, hogy merrefele fogok menni. Kilátás innen, fentről. Hát arrafele ott látszik az M3-as autópálya, és valahol arra van a Hungaroring, amit szerintem útba is fogok ejteni majd, hogyha ma hazafele megyek. És itt ezen az úton jöttem föl, hát így biciklivel nem lehet haladni, csak tolni lehet, viszont lefele majd jó lesz. És nézzétek, itt van a kilátás Magyarót fele. Ugye a hévállomás az valahol, hát egy picivel elrébb lesz. Innen pont nem látszik. És ami miatt ide akarok feljönni, az ott van. Ez valami kilátó lehet, vagy nem tudom, vagy kápolna, mert valami kereszt van a tetején, tehát lehet, valami volna. Viszont ha szerencsém van, akkor ott fel is lehet menni, és akkor onnan majd panorámafotókat lehet csinálni. De egyébként jó, nem jár erre a madár se. Hát itt ez az út van, ami fölfele vezet. Szóval látod, itt van a fölfelé vezető út. De sokkal szalabb állapotban van, mint ami ezután jön. És hát még mindig a bicikli. Én majd itt, hát itt nem lehet biciklizni, csak feltolni tudom. Lefelé azért majd megpróbálok gurulni vele. Egy picivel följebb. Hát nem semmi kaptató, de hát ha már eddig feljöttem, akkor most már végigcsinálom. És... aha, ott van a Hungaroring. Azt nézzétek, ott van a Hungaroring, és az ott a góltribűn. És errefele kell tovább menni. Hát innen már látótávolságban az az épület. Hát remélem, hogy ki lehet onnan látni, ha már eddig felcűgöltem magam biciklissel. De hát akkor előre tovább. És így ezt nézzétek, mennyi szart eldobálnak itt is. És egyébként van erre is, tehát nézem, hogy be a bokorba, be haigálva, södös üveg, petpalaszma, akármi. Ez az érthetetlen, hogy itt miért kell eldobálni, tehát most miért nem lehet elrakni, aztán legalább a civilizációig elvinni. Mert itt aztán senki nem lesz, aki összeszedi. Még hogyha mit tudom én, hogyha elviszi valahova az utcán, vagy stb. Azt ott dobja el, mert éppen nem talál kukát, ott legalább valaki összeszedi, előbb-utóbb. Jönnek az utcaseprők valami, és akkor eltakarítják, de most itt széthaigálják, aztán itt aztán végképp nem jön senki, aki eltakarítsa. Nézd, az abszolút érthetetlen, hogy most mi olyan nehéz abban, hogy akkor most elrakom a táskába, aztán majd odébb viszem pár kilométert, és ott dobom ki. Miért kell még itt is szemetelni? Pár hite nézzetek. Sikerült feliratni, azt mondja, hogy 2012-ben. Aztán nem akkor építették, akkor újíthatták fel. Aha. Épült 2002-ben. Makovec Imre tervei alapján. Jó, hát játszik, hát ez a része le van zárva, viszont a másik oldalt szerintem föl lehet menni. Úgyhogy mindjárt fel is megyek. Vezet egy másik út is lefele, hát majd megpróbálom azt. Ez, amin feljöttem, az eléggé meredek volt, és szóval minőségű, de talán itt le tudok majd gurulni. És akkor nézzétek, meg így néz ki. És szerintem amott a túloldalt fel is lehet menni, meg hát vannak is rajta. Az előbb hallottam zajokat, de szerintem valaki van fönt. Ezt nézzétek. Nézzük, milyen mély lehet. Hoppá. Itt lehet bemenni. Na, mindjárt is megyek. Na, akkor most átmegyünk útmegszerésbe. Ezt nézzétek, sikerült feljönni. Itt van a kilátónak úgymond az első emelete. És itt egy ilyen kanyargós lépcsőn lehet feljönni. Akkor mindjárt ki is lesünk. Na, akkor most Benjo, ha esetleg nézed majd ezt a videót, akkor most, hát most én is kedvet kaptam a kilátózáshoz, bár ez most csak spontán volt, nem tervezett, de már láttam, hogy itt van, miért ne jöjjek föl. Na, és se semmi itt a második szint. Na, hát megpróbálok ide is felmászni, de a kamerát elrakom, majd mindkét kéz kell lenni fog. Megfelelgettem közben a második szintre, de inkább errefele fordulok, mert arról fúj a szél. Nézzétek, hogy ott lefele van még egy út, tehát majd megpróbálok arrafele lemenni. Hát, ha az jobb lesz, mint amin eddig jöttem. mondjuk azért figyelj, valaki esetleg elnél, akkor itt óvatosan elszerzétek ott is már. Nem is fogok oda kimenni a szélére, mert ott elég kolhattak a fák. Úgyhogy jó, persze van pár graffiti is, meg többé is, meg azért ide firkálnak. Még ha látnék is valamit. Igen, és látszik, hogy alól jönnek föl, tehát azért lesznek itt még. Tehát valószínűleg az út is járható. És akkor ezt nézzétek meg, azért itt vigyázni kell. És akkor mutassam, hogy az ide vezető út is milyen meredek volt. Na, tehát akkor innen föntől jelentkezek, akkor ez a kilátózás most ennyi volt, most már lemászok, aztán irány tovább. Úgyhogy Benjo, ezt a videót neked ajánlom, hogyha én, de majd el is küldöm neked, hogy sikerül megvágni, hogy meg esetleg ez egy tipp is neked, hogyha ha minden kilátót kivakszoltál Pesten, akkor még ide mindig el lehet jönni, a Magyaró sincs olyan nagyon messze Pestől. Úgyhogy akkor az ennyi lett volna. Sziasztok! Hú, na szépen! Hú, azért zuhant vagy 2 métert a kamera, de szerencsére úgy látom, hogy túlélte. Semmi. Úgyhogy ezt nézzétek, lehet, mondom, hogy óvatosan, az első emelet még oké, a másodikra azért óvatosan másztatok fel, ha erre jártok. Mondjuk ez a lács is valószínűleg azért van, mert ez le volt zárva, és nem véletlenül. Úgyhogy vigyázni. Végül se, hát ez amikor döntettem egy másodperc alatt, hogy én esek le vagy a kamera, hát inkább az utóbbi. Döntöttem, de úgy látom, hogy szerencsére túlélte. Azt nézzétek, majd arrafele megyünk tovább. Igen, ez kicsit barátságosabbnak tűnik, mint ez a másik kút, amin feljöttem. Na, nézzétek, eddig egész szépen sikerült jönni, és akkor ezen az úton viszont simán le lehet gurulni, úgy látom. Úgyhogy nem megyek addig, ameddig lehet, mert elvileg itt majd lesz keresztbe egy betonút, amelyik a Hungaroring nevezett ilyen alsó csapásokon, és akkor majd megyek azon. Csak hát azt kell megtalálni. Egyébként nagyjából, mert ott a villanyvezetékek mennek, ott van, bár még nem, mert ott van egy villanyvezeték, amelyik Albert Ilse felől jön, meg van egy másik, amelyik ugye Göttől távolabb. És az egyik villanyvezeték mellett viszont ott van a Hungaroring. Arra emlékszem, hogy a közvetítésekben is látszik egy villanyvezeték, ott van a pályán. Hát. Egyre megyünk erre tovább. Akkor némi térképészet után, akkor mondom, hogy ezen az úton jöttem le. És aztán ez a Panoráma utca egyébként az a folytatása, ami lefelejtettem az autópályától. És itt mögöttem kell tovább menni, viszont és van itt egy ilyen hatalmas nagy hacienda, ez is érdekes itt a semmi közepén. De még jól néz ki. Semmi, és eddig, és akkor itt kell tovább menni. És elvileg itt az út végén lesz egy betonút, amin el lehet menni egészen az Aquaparkig, meg a Hungaroringig. Hát megpróbálom, akkor megyek tovább arra. És megtaláltam, akkor ez az út vezet az Aquaarénáig, meg a Hungaroringig, és itt van egy másik út, mutatom, itt átmegy földútba. Szerintem legutóbb, amikor erre jártam nyáron, akkor itt mentem le, vagy valahol arrafele, és itt lehet eljutni a Hungaroringi megállóhelyig, ott a felhagyott hegyig, és ott ilyen rosszabb földutak vannak, és arrafele is el lehet jutni Szilasligetig. De most akkor megyek erre, a betonúton mégiscsak egyszerűbb menni. Ott megy a hív. Ezt nézzétek! Micsoda lefelé, de még itt ez lefele. Még meg utána rögtön lesz egy nagy kaptató, viszont ez azért nagyon meredek. Nem semmi lesz itt lemenni. Na itt azt hiszem, hogy mind a 2 fékre szükség lesz. És akkor ezt nézzétek, a kilátás az nem semmi, és itt van a Hungaroring. Ott az a fedett, az a Gold Tribune. Na az az, amire azért sokat kell spórolni, mire oda jegyet tudsz venni. De onnan lehet a legjobban belátni a pályát, ott már egyes futamnál. És itt vannak a bejáratok is, több is van. Hát majd egyet-kettőt megnézzek közelebbről. Igazából le tudnék zúgni itt is, ezen, itt át itt mindenen. Na, meg is próbálom itt legurulni. És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk az egyik bejáratnál, így éppen akkor belesifotózunk a Hungaroringre, itt van az egyik kanyarezvedet rá célegyenesre. Ott vannak a lelátók. És egyébként érdekes, amikor 2009-ben kint voltam a ringen, állójeggyel, akkor nagyjából ott ültem, ahol az a villanypózna van. Na, nagyjából valahol ott az a villanypózna van, egy picivel lejjebb. Ott vertem tejet, és ott ültem, aztán egy idő után oda mentem közvetlenül a korlát mellé. Valahol most ott, ahol azok a, ezek a bukótér van, na, nagyjából ott a kerítés mellett oda lehetett állni, és ott nagyjából valahol az a 20-as bírói poszt van, onnan állva néztem végig a futamot. És látjátok, hogy ez itt a 3-as kapu. Ugye a 2-es kapu egy picivel alébb van, de meg egyébként több helyen is be lehet ide menni. És a kamerával figyel terület. Hát jó, hát. És akkor itt van Hungarban egy ponton, és akkor itt van, mit nem szabad bevinni, főleg formai futamok alatt. Hát úgy látszik, most már szigorúbbak az előírások, már a hátizsákot se engednek be. Azt eddig még 11 évvel ezelőtt be lehetett, én is vittem be hátizsákot, és nem is vizsgálták át, úgyhogy még 2000 nagy üveges petpalac vizet is be tudtam vinni, szerencsére, különben ugye aranyárba lehet itt megvenni mindent. De még széket se lehet bevinni, ami azért érdekes, hogy ez miért nem. Biztos széket is árulnak, mondjuk egy összecsukható kis kemping széket, mondjuk hogy 10 000 forintért, vagy valami hasonló állnak lehetnek a kajákból kiindulva. Ugye hát azt mindenki tudja, hogy itt a Forma 1-es futam alatt ugye a külföldiek lehúzására megy mindent el. Girosztállat 5000 érnek a sondvárak vannak. Mondom, még 2009-ben a legolcsóbb dolog, amit lehetett venni, az egy ilyen 0,33-as kepi volt, azt hiszem 800 forintért. Az egyébként akkoriban volt az, hogy bementél a sarkiboltba, és mondjuk azt hiszem 150 forintért maximum, de akkor már nagyon drága helyen vetted, megvetted. Tehát itt azért hatalmas haszonkulccsal dolgoznak itt a kereskedők, az biztos, de hát Hungaroring az mindig is erről szólt, amikor futam van. Hát tavaly előtt, 2 évvel ezelőtt volt, amikor valami csak ilyen túrautóbajnokságon, amikor ingyenes volt a belépő, voltam kinn, akkor még már akkor is akartam azt a 800 forintot egy üveg meleg sörért, vagy hát egy ilyen dobozos sör, ami ráadásul meleg is volt, nem is sütőből szedte elő, de hát azt még úgy elfogadja az ember, hogy oké, csak hát még a belvárosban is azért lehet ennyire sok kapni, de azt legalább helyben csapolják és hideg. Itt meg egy úgy meleg sört oda nyomtak a kezedbe, hát ilyen állak vannak. És akkor jöttek meg, hát ugye erről jöttünk, ott van Magyar út, és majd itt vissza fogok menni ezen az úton, és a másik irányból fogom a ringet megkerülni, mint az aszfaltozott úton. De hogyha még Forma 1 lenne éppen itt, akkor még valószínűleg nem lehetne csak így ideálni, mert innen azért valamennyire be lehet látni a pályát, tehát itt a versenyautókat lehet látni haladni, és akkor anélkül, hogy venni jegyet. De szerintem innen elzavarnának akkor, vagy de nem lehetne csak így itt állni. És itt van a 3-as kapu, ez már a következő. Egyébként innen is egész jól lehet látni a célegyenes ráfordító kanyarat mondjuk. Nem tudom, hogy még kíváncsi lennék, hogyha valamilyen rendezvény vagy bármi rendezés, akkor csak így ide állnánk és innen néznénk, hogyha nem mennénk be, akkor mit csinálnának? Mert valószínűleg elzavarnának, bár igazából nem, jogilag nem tehetik meg, mert ez itt közterület, tehát ez kerítésen belül, ha nem mész, akkor rából bármit csinálsz, amik akár kihozol ide egy nagy létrát, aztán a kerítés felett az éghez be. Zából jogilag azért se szólhatnának semmit, mert hát ugye meddilen nem vész a területükre, addig az közterület. És ezt értek, itt vagyunk a 7-es kapunál. És ez már tényleg a célegyenes, meg itt a... És ott már háttérben látszik az akvapark, és ott vannak a csúszdák. Megpróbálok oda zoomolni. Aha, ott vannak a csúszdák. Abban az akvaparkban sem voltam még, de egyébként elben van, hogy egyszer ellátogatok ide, és hát nézzétek, itt van a Hungaroring, és akkor itt a célegyenes, hát még nem nagyon látszik, de... és szerintem az volt az a kilátó ott a háttérben, amin fenn voltam. Na, és hát akkor irány arra tovább. És akkor ezt nézzétek. Ez egyik bejárat a Hungaroringnek, és meg, hogy ezek nagyon igényes grafitik, ne feled. Nem vagyok én a graffiti ellentől, csak ugye azt szoktam is mondani, tehát a megfelelő helyen jól is tud mutatni, és ez az. Tehát azt elítélem persze, amikor ilyen vonatokat, meg egyébként meg ilyen közterületen, meg ilyen műemlékeket, stb. Csúfítanak el velem, mert nem odavaló, viszont ilyen helyeken, mint itt ez a betonkerítés, stb. Itt még jól is mutat. És akkor látjátok, menet közben a betonút végére érkeztünk, és a Hungaroringet is most fogom elhagyni, ezen a földúton kell tovább menni. És a betonút az arra megy tovább, amerre most mutatok, és arra van az akvapark is, ott az egyik csúszda ott a háttérben még látszik is, a kék színű. és ahogy néztem a térképet, majd Csömörre fogok kilukadni, úgyhogy onnan már csak a hétvégállomást kell megkeresni, aztán ezt nézitek, erről beszéltem az előbb is, hogy szemétlenakónak használják ezt is, tehát mindenki ide hordja ki a szemetét, de most ebben mi a jó, hogyha már felpakolja autóra és valahol viszi, akkor már miért nem viszi egy szemétlenakóba? Hát a legtöbb helyen van ott nálunk, ott a külvasút mellett is van egy olyan hulladéktelep, ahol mindent bevesznek. Na, ott van egy tévé, azon már van törve a képcsöve, egy csomó autógumi, petpalackok, meg stb. De hát ez... És ezeket a vaszkali petpalackok, stb. Be lehet dobálni szelektívekbe is, aztán még közelebb is van a városban, mint ide kihozni a picsába. És ennek mi értelme van is széjjel szemetelni mindent, aztán értem. Azt a mindent, mi van ott előttünk? Hát, azon aztán ezért macerás lesz átmenni. Ha ilyen sáros földút lesz végig, akkor hát ott a bicikli esélytelen, ott már csak tolni lehet. Na mindegy, menjünk tovább. És ezt nézzétek, itt van egy Jézus. Feszül, de hát itt, és ráadásul itt a semmi közepén, tehát ez érdekes, hogy ez ki és milyen megfontolásból tette ide. Na, azt nézd, találtam egy információs táblát, Magyaród nagyközségről, azt mondják, hogy faluház gyűjteménye, és ott van a Somlyóhely Szent László kilátóját, Makovec, igen, tervezte, ott voltunk. Igen, ugye a Hungaroding, ugye azt is, meg az Akvaréna, és ott a hétvégállomás is. Itt ugyan villamos állomásnak írja, de az a hétvégállomás. Igen, mellettünk meg valami lovarda van, mert találtak egy pár lovat, és itt is van még egy információs állom, ugye azt is megmutatom. Amerre nekem is mennem kell, az a vízműsor, 0,9 km, az nem tudom milyen műsor lehet. Ugye Hungaroring, arról jöttem, hát Horgásztó, meg Középhegy, hát az se. De nekem most már másik irányba kell menni. És már lassan Csömör határához érkeztem. Ezen az úton jöttem, és majd erre kell tovább menni. Ismét betonút, ott látjátok. Felső Patakvölgy 4,2 km, Patakforrás 3,6. Valahogy addig kell menni, és lesz egy kilátó is, valami Csömör kilátó, az is errefele jön. Megpróbálom megkeresni, és ha sikerül, akkor nyilván oda is fölmegyek. És akkor ezt nézzétek. Megérkeztünk a Csömöri kilátóhoz, itt van egy információs tábla, szintén frontvonalakról Csömören. És itt van egy út is lefelé, ezt is ugye megmutatom. És itt látszik, hogyha nem volna ekkora nagy pára meg, akkor még talán ilyen eddig is el lehetne látni, ott van Óbuda, Újpalota, Angyalföld. Ja, Óbudán a főtávkéménye, ez például nagyon messzire is látszik. És hát arra fele van az autópálya, ott meg az elkerülő, és van egy meredek út lefele, ezen kéne lemenni. Adni. A kamerának próbál valami árnyékolást adni, hogy lássunk is valamit így nappal szembe. És itt van Sashalom. Rákosszent Mihály, Buda, Tétény. Vannak egy rádiótól, hogy még szerintem azt is lehetne látni. És itt a villanyvezeték mentén van egy út lefele, csak elég meredek. Viszont ezzel jókora kanyart le lehetne vágni. Itt vezet az út lefele, hát még biciklivel nem megyek el rajta, vagy jó meredek, de talán tolva le tudom vinni. És közben megérkeztem Csömörre. Itt van egy emlékmű, ez Márenki Robot, de hurcoltak emlékére. És akkor járjuk körül, egy magyar hazáért, itt névtábla is van, itt nevek. És ha minden igaz, akkor itt egyenesen kell valahogy tovább menni, és ott lesz a hév is. Úgyhogy innen már nincs messze. És közben megérkeztünk a Csömöri hévhez. Itt van a állomás előtti híd, ami azért nevezetes, mert 1995 körül egy külföldi kamionos leszakította. Egy magasságkorlátozó tábla ellenére bement és elvitte a hidat. És akkor még nem ilyen vasbetonhíd volt, hanem vas szerkezetű, ha jól emlékszem. És sokáig nem is jártak a hévek, csak a túloldalt idéglenes megállóhely volt az egyik fénysorompónál, és csak addig tudtak elmenni. És hát több mint egy évig tartott, mint a hidat helyreállították. És hát még az is felmerült akkor, hogy megszüntették a csömöri éve, szerencsére megmaradt. És hát azóta van ez az új híd rajta. És akkor megérkeztünk a csömöri hév végállomásig, hát ameddig a vonat nem indul el, addig itt a környéken szét tudok nézni. Tudjátok, hogy ez a kis tartsa fele, vagy hát a Kavicsbánya felé vezető összekötő, ami ugye, hát most így csalóka, mert egyébként nincsen villamosítva. Itt a következő oszlopnál meg is szakad a felső vezeték. Ezt a 90-es évek közepén bontották el valamilyen oknál fogva. Valószínűleg azért, hogy inkább leszették még, mert ellopták volna, mert akkor volt már ezen kívül. És tavaly itt még, ezen a szakaszon dezírók jártak. Hétköznap délelőttönként 3 vagy 4 Forda ment. Tehát ilyen bevásárjárat, hát az volt az első, ez a reaktiválásnak a vonalnak. És terve van egyébként, hogy ez a bevásárjárat az újraindul, de most már BZ motorvonatokkal. Ugye 2 BZ motorvonatot meg is vett a MÁV Hév, és ezek már a cinkotai járműtelepen vannak. Úgyhogy remélhetőleg bármikor elindulhatna, de még nincs arról hír, hogy mikor. Érdekesség, hogy ilyen beépítésre váró dolgok vannak itt, ezek talpfák, vagy nem tudom, vagy betonaljak. UG48, tehát ezek szerintem ilyen vasúti betonaljak lennének, és ezek valami ezeket idehozták, tehát valószínűleg lehet, hogy a Kavicsbányai szakaszt akarják vele felújítani, vagy ezt az első vágányt, amit nem használnak. Itt látjátok, Csömör ez egy 3 vágányos állomás, és van itt egy csonkavágány, ami az is érdekes, mert ha kicsit közelebb megyek, akkor bemutatom, hogy ez le is van zárva, és aztán majd még mesélek az állomásról. Látjátok, hogy a 3 vágányos állomás, az első vágány az annyira rossz állapotban volt, hogy még amikor a dezírók jöttek, akkor se aktiválták be, legalább annyira se, hogy akkor itt. Mert logikus lett volna, hogy ide kitérőbe beáll a dezíró, de nem lehetett, mert nem volt annyi honnan, és egyszerű megoldás volt egy idéglenesen, vagy hát egy ilyen peront építeni. Hát ugye akkor idéglenesnek szánták, hát ugye megmaradt végül is, de hogy inkább építettek egy peront oda a 3. vágányhoz. És akkoriban a dezírók oda mentek. És általában van az, hogy az átmenő a középső vágányra szokott érkezni. És hát ez ott ugye a végállomása, ennek ez a H9-es járat jár ide ki. És hát hamaros, hát ami megérkezik egy H9-es, azzal megyünk is vissza az ős felé. Addig, ameddig a vonat nem jön, szét is nézhetünk is. Ez volt régen a váróterem, most már úgy tűnik, hogy be van zárva, és ott volt a pénztár, ott a náluknál. Lehetséges. Hát itt vannak a vágányok, ja, második átmenő, ott van kint menetrend is. Mellettünk itt van a forgalmi iroda. Egyébként szokott forgalmi szolgálat lenni, bár hát, hogy hétvégente nincsen. Az emeleten pedig szolgálati lakások voltak régen, de most úgy tűnik, hogy ez is lakatlan. Na, ott viszont megvan még a régi B-hév felirat. Mindjárt megnézzük a menetrendet is, hogy mikor érkezik a vonat. Itt majd 15 óra 34-kor fog menni egy vonat, hát az kb. 4 óra még. Mondtam, hogy arrafele van a Kavicsbányai szakasz, ami egyre most ismét nem aktív. Kb. egy hónapig volt itt a dezírós menet. És ezen be is szüntették, és hát itt van egy átjáró. És ennyi. És az idéglenes peron, ami a dezíróknak épült. A vonat pedig arról fog érkezni. És egyébként a másik érdekesség, hogy Szabadságtelepig jó a BKV bérlet, és 1 kilométerre van innen Szabadságtelep, viszont ide már 10 kilométeres kiegészítőjét kellene venni, ami a másik nagy hülyeség, hogy erre az egy megálló teljesen felesleges szeddés, mert gyakorlatilag Budapest közigazgatási határa az az M0-ás autópályának a túlsó részénél van, és onnan még 1 kilométer sincs Csömör, csak egy olyan pár száz méter. És egy kis tartsa kórházig el lehet menni vonaljeggyel, akkor idáig is el lehetne. És arról fog jönni perceken belül a vonat. Itt látjátok, hogy minden váltó 20-as. Néhány perc is megérkezik a vonat, aztán mikor irány vissza az Őrsre. És igen, itt a forgalmi, és az is ki van írva, hogy nincs jegyértékesítés, pedig azt hiszem régen ugyanis, még pénztár is volt Csömören. Most már valószínűleg csak egy mellettem lévő egy kiadóból lehet ilyet venni. Majd valószínűleg kiegészítőt olyan sokan nem vesznek, hát értelmetlen. Szóval felszálltunk a híve, és a Sátári 666-os számú motorhegyet pótkocsival irány az Őrs felé. Yeah. És az ráadásul ez egy wifi-s. Mindjárt azt is kipróbálom, hogy működik-e rajta a wifi vagy sem. És egyébként nézzétek, már így néz ki akkor egy hív motorkocsi belülről. És hát pótkocsi, de egyébként motorkocsi is így néz ki. Tűnk, hogy ez még viszonylag jó állapotban van. És hát akkor hamarosan indulunk. Szóval ez a rögtönzött kilátózás, és utána biciklitúra, meg itt a Hungaroring körül, az akkor itt ért véget. Úgyhogy végül is jó volt, az érdekes környék az a gödöllői dombság, úgyhogy de még szerintem érdemes később is visszajönni. Vannak itt még dolgok, mert a csöböri kilátó is egész jó volt, hogyha tudom, hogy ilyen jó a kilátás innen, akkor még a teleobjektívet is elhoztam volna. De hát ez más is így alakult, úgyhogy akkor néhány perc is indulunk. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek, majd találkozunk legközelebb egy másik videóban. Ilyen biciklis kirándulós is lesz majd valamikor. Most majd, hogyha beköszönt a jó idő, tényleg egy pár hét vagy max. Egy hónap után, akkor már ugye akár hosszabb biciklitúrákat is lehet tervezni. Egyébként van is tervbe ilyesmi, csak ahhoz még kéne. Még az, hogy ilyen biciklis ilyenkor videót, vagy ilyen útvonal videót is akkor tervezek csinálni, csak ahhoz kéne egy komolyabb cucc, ugye gimbal az már van. Valahogy meg kell oldani azt, hogy bicikli kormányra fel lehessen rögzíteni vele a kamerát, és hogyha sikerül, akkor lesz majd ilyen videó is, és hát ha úgy már ugye, hogy fogyasztható minőségbe fel lehet venni, és nem csak egy ilyen össze-vissza lászkódó valami lesz belőle, de hát ez még a jövő zenéje, majd kiderül. Úgyhogy egyőre pár perc is indulunk, úgyhogy ha ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!